A lapos hengeres karbidfejet vagy a papírfejet is használhatjuk a körömbör közeli részek összereszeléséhez. Ha a képen látható nem megfelelő szögben tartjuk, az éles szélek belevájhatnak a saját körömlemezbe, és kialakul a fájdalmas égett félkör jelenség. Tartsd a fejet laposan, ha a bőr közeli részeken dolgozol. Egy speciális lekerekített végű biztonsági fejjel minden probléma nélkül reszelheted össze ezt a területet. Majdnem párhuzamosan tartva a lekerekített fej felületének 50%-a érintse a reszelni kívánt területet. Íves mozdulatokkal vékonyítsd az anyagot a körömbör és az oldalvonalak mentén.